Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Elérkeztünk a Gigabyte GeForce GTX 1080 WinForce 3 videókártya tesztjéhez. Ugye, aki nem látta az előzetes bemutató videómat, az most megteheti. Ígértem egy több játéktesztes videót, egyébként még több összehasonlító teszt is várható majd a videókártyáról, azonban a szokásos egy nagy összefoglaló tesztet azt megpróbálom most egy videóban összesűríteni. A Gigabyte GTX 980 Ti G1 után már nagyon vártam, hogy vajon a Ghost Recon legújabb részében hogyan fog szerepelni a GeForce GTX 1080, hiszen ott már nagyon kibukott, hogy 980 Ti nem tudja finoman szólva tartani a fix 60 FPS-t maximum beállítások mellett. Picit lehet játszani az élsimítással, hogy csak FX-át teszünk be, de érdemi különbséget én nem tapasztaltam. A játékról azt kell tudni, hogy kifejezetten jól néz ki, és brutális a gépigénye. Sejthetitek, ha egy 980 Ti nem boldogult vele, helyenként ilyen 40 esetenként alatta lévő FPS értékeket is kaptam, akkor ott már tényleg komoly gépigényről van szó. Na most a GTX 1080 Ti jobbára majdnem stabilan tartja a fix 60 FPS-t, ugye Full HD beállítás és maximum. Próbáltam olyan helyszíneket betenni a videóba, ahol a legjobban megdolgozott a videókártya, és láthatjátok, hogy azért az a stabil 60 FPS még itt sem fix, tehát ilyen 50-55 környékére még be tud esni. Természetesen az értékek folyamatosan változnak, van úgy, hogy eléri a 70-80 FPS-t is, de bizonyos esetekben mondjuk úgy azért tudja tartani a 60 FPS-t. A Valley benchmark a kedvencem, már nagyon régóta tesztelek ezzel a benchmarkkal, nagyon sok videókártya megfordult nálam ezen a teszten. Ugye az extrém beállítások Full HD 8-as élsimítással eddig minden videókártyát nagyon megdolgozott, főleg ha minimum FPS-t vesszük. Ezzel az 1080 sem volt kivétel, hiszen 31,6 volt a legkevesebb, amit teljesíteni tudott. Átlagban 98,5, maximumban 171,4. Jó, ez a benchmark általában kihozza azt, amit a kártyából kihoznak a játékok. Láthatjuk, hogy nagyjából olyan 65-67 Celsius fok. Nagyon kirívó esetekben láttam nála 68 körülit is. 70 fokot eddig még nem érte el. A ventilátor használat az éppen, hogy nem hallható. Tehát 50% körül dolgozik. 60-on már azért megindul a hangja. Tehát megint egy best gigabyte hűtés kaptunk ezzel a videókártyával. A Valley benchmarknak az utódjával a Shoebench-el is lefutattam a tesztet. Eléggé kemény ez a benchmark maximum beállításokon, már a GTX 980 Ti is alulról súrolta a 30 FPS-t, és olyan kirívóan jól nem szerepelt az 1080 sem, itt éppen az 1080 tesztjét láthatjátok. A benchmark végén kiírja az eredményt, ezt itt bevágtam a teszt közben, hogy láthassátok. Tehát 4071 pontszámot ért el, láthatjátok, hogy Full HD, minden ki van maxolva, ott a teljes config, és láthatjátok az értékeket minimum, átlag és maximum alatt. Azért egy igen gépigényes benchmarkról van szó, ami egy GTX 1080-at ennyire megdolgoztat. És betettem a GTX 980 Ti-nek is az eredményét, az 3726-tal zárt, azonban az FPS értékekből az jön le, hogy szintén nagyon gyengén szerepelt, mint említettem, és olyan nagy különbség azért nincsen ebben a benchmarkban a két videókártya között. Úgy gondolom, hogy nagyon sokatokat érdekel a nemrégen megjelent projekt Cars 2. A játéknak nincsen egy kifejezetten nagy gépigénye. A GTX 1080 nagyon bravúrosan szerepet. Megnézitek az értékeket, látszik, hogy bőven 100 FPS érték fölött.
majdnem, hogy mindenhol tartotta legalább a 150 FPS-t, és ráadásul ez teljesen maximum grafikai beállításokkal, Full HD felbontásban, tehát ami létezik a játékban, én azt maximumra toltam, és amellett, hogy bámulatosan szép ennek a játéknak a grafikája, a videókártya az nagyon jól tűrte, megmaradt a 65 Celsius fok körül, és még a megszakott 50%-os ventilátor használat alatt, úgyhogy ezzel a játékkal egy nagyon kellemes perceket lehet így eltölteni, és ráadásul rendkívül halk képzaj mellett, hiszen sem a videókártya, sem a gép többi alkatrésze, semmiféle bántó hangot nem bocsájt ki magából. A következő tesztalanya Battlefield 4 volt, mint anno a GTX 1070-nel itt is először Full HD-ban estem neki, 4x élsimítás, ugye minden csutkára felhúzva. Nem átállott a játék bedobni a 200 FPS-t is akár, mert persze nem fixen tartva, így egy próba után úgy gondoltam, hogy érdekesség kedvéért elmondva ezt, egyből teszem a 4K-ra, hiszen már a GTX 1070-nel is ilyen beállítások mellett játszottam, igaz, ott nem volt meg mindig a fix 60 FPS, ilyen 45, 70, esetenként 80 FPS értéket kaptam, nagyobb csatáknál, látványosabb területeken nagyon könnyen beesett GTX 1070-nel 60 FPS alá. Szerencsére a GTX 1080 már nem csak a 60, hanem a 70 FPS érték körüli eredményt simán meg tudja tartani. Azonban bizonyos anomáliák még mindig előfordulnak a játékban. Szerintem ez már inkább szoftveres dolog, tehát a játék hibája, nem hardveres. Esetenként csak beugrik azért a számláló picikét 60 FPS alá. Nagyon körülményes helyeken, ilyen átvezetők előtt után, azt tudni kell, hogy az átvezetők 30 FPS-re vannak belőve, de a scriptelt jelenetekre gondolok inkább, hogy még gyakorlatilag a játék fut, és valamiért nagyon durván bezuhan az FPS, ilyen 20-30-ra, aztán hirtelen helyre áll, és egyébként a nem ilyen scriptelt jeleneteknél is előfordul azért, hogy bezuhan 60 FPS alá, egyébként simán kijelenthető, hogy minimum 60-70 FPS-sel 4K viszi a GTX 1080, maximumon a Battlefield 4-et. Következő tesztalanya Grid 2, ugye a korábbi videókártyáimmal is néztem ezt a játékot, azonban itt nem csak, hogy kimaxoltam a grafikát, hanem 4K felbontást tettem be, és hozzá kell tenni, hogy 4K maximum beállításokat egyáltalán nem bántam meg, hiszen jobbára 100 vagy még a fölötti FPS értékkel szerepelt a játéknak a benchmark tesztje. Ez a játék ma is nagyon jól néz ki, nagyon szép a grafikája, meg is dolgozott rajta a videókártya, 69 Celsius fokot elérte, ez kirívónak számít, és 53% ventilátor használatot. Azonban egy ilyen szép játékot 4K-ban 100 FPS fölött futtatni szerintem mindenféleképpen dicséretre méltó. A GTX 1080 valóban egy brutális felső kategóriás videókártya, amit bár bizonyos játékok és benchmarkok meg tudnak fogni, azonban ha valamit megfelelően optimalizálnak, akkor még mindig hely tud állni, nem csak Full HD felbontásban, hanem akár 4K felbontásban is. Bár mondhatjuk, hogy igen ám, a Grid 2 azért mégis egy korábbi játék. Én bevetettem a GTX 1080-at a 2016-os Crew alatt is. Ugye ez az újabb változat nagyon szép grafikával jelent meg, és bizony 4K felbontás, 60 FPS itt is megvolt. A játékról azt tudni kell, hogy le van lokkolva az FPS 60-ra, ennél többet sehogy sem fogunk tudni kihozni. Nem tudni, hogy miért döntöttek így a játék fejlesztői. Minden esetre nekem és a legtöbb játékosnak a 60 FPS az bőségesen elegendő. Egyébként is csak akkor van értelme a 60 FPS fölötti értéknek, ha 60 Hz-es monitornál nagyobbat használunk, különben nem fogja tudni megjeleníteni a nagyobb FPS értéket a monitor.
60 FPS pedig éppen az opcionális, amit a legtöbben kedvelünk, és bizony a GTX 1080 fixen tudta tartani, míg a GTX 1070 és GTX 980 Ti sajnos nem. A GTX 1070 valamiért a Crew-t nem szerette annyira, ilyen 40-45-re simán visszaesett, vagy még ilyen 30-valahány értékekre is, míg a GTX 980 Ti jobbára 45-50-ig mindössze, és itt a GTX 1080, ami már 4K-ban maximum beállítások mellett is fixen tartja 60 FPS-t. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!